Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanító székében az írás tudók és farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bolytokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a mesteretek, ti pedig mind testvérek vagytok. De atyának se hívjatok magatok közül senkit, mert egy a ti atyátok a mennyei és tanítónak se hívassátok magatokat, hiszen egy a tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki magát magasztalja, azt megalázzák, és aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, be kell vallanom, némi kísértést éreztem a mai alkalommal, hogy az olvasmány kapcsán úgy jól beolvassak saját magamnak, de aztán ellenálltam ennek, és jobbnak láttam, ha az időt helyesen és üdvösen használva föl, tovább megyünk a Szentmise kutatásában. A következő mozzanat, amit ajánlatos megvizsgálni, és ez szép terjedelmes rész, az Isten báránya. A szöveg szokás szerint pontatlanul fordításra került. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hát az eredeti latinban nem ez van. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. Tehát nem duplán szólítjuk meg Jézust, hanem egy ilyen fura összekötő szöveggel megemlítjük egyből azt a tulajdonságot, azt a fontos mozzanatot, ami miatt most őt említjük. Nem szabad elfelejteni, hogy az áldozat bemutatás már megtörtént. Most az abból való részesedés áll előttünk, és most ebben a, egyébként kötelező ez az énekes rész a misében, Soha semmilyen körülmények között nem hagyható el. Nincs olyan lelkipásztori szükséghelyzet Magyarországon, ami bármilyen módon indokolná, hogy most rövidíteni kell, nincs ilyen. Ki van zárva. Ez megtörténik, tessék, följelenteni a papot a püspöknél. Ilyen nincs. Tehát ennek az éneknek, szövegnek minden misében föl kell hangoznia. Miről van szó, még egyszer ráirányítja a figyelmünket ez az ének, hogy mi történik itt. A bárány az soha nem a kis gyapjas gombszemű aranyos állatka, amit úgy simogatnánk. Egy csudát. Az Isten báránya áldozati állat, amit irgalom nélkül legyilkoltak, mert a vérét el el használták a béke szempontjából, hogy az Isten és az ember között kiengeszteljék a viszonyokat. Hogy a bűnök eltűnjenek. Tehát ezt használták erre, embervért kellene használni, de ezt maga Isten tiltja meg. Tehát a szöveg, reméljük majd kiavítják, Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. És nagyon fontos, újra és újra figyelnem kell rá, a liturgiában szinte soha nincs múlt idő. Így sem, aki elvetted a világ bűneit, most veszed el. Mi abban a pillanatban állunk Isten előtt, amikor ez az esemény végbe megy. Nem visszagondolunk rá, nem a múlton merengünk, hanem ez most történik. Amíg a pap az előző kenyértörés meg amit kell végzi, addig szárnyal az ének, ami Krisztust szólítja meg. Nem csak az áldozatára emlékeztet maga az ének, hanem nem csak azt hisz, hogy nagyon fontos szempont ez is, hanem ugyanakkor a győzelem újjongása is benne zúg ebben a pár sorban. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a jelenések könyvében ott éltetik a leölt és mégis élő diadalmas bárányt, aki már kiontotta a vérét és mégis él. Mindent odaadott és dicsőségesen ott áll az Isten trónusán. Tehát ez az az Isten báránya, akinek mi most újjongunk. A kenyértörés ideje alatt már a 7. század óta ezt énekelték. Isten váránya, aki elveszed a világ bűneit. Kezdetben addig ismételték, amíg tartott a kenyértörés. Nem szabad elfejt az elején sok felé törték és sok kenyeret törtek. A 12. század körül hármas lett a szám, részben az eretnekségekre való válaszul. 1216 óta pedig a harmadik Isten báránya után a vége a szövegnek az, hogy adj nekünk békét. Azóta ez kötelező. Nem lehet lecserélni. Milyen gondolatokat kellene, vagy lenne helyes, ha fölébresztene bennem ez az ének? Az első. Jézus az igazi bárány, aki elveszi a bűneimet. Az Ószövetségben az áldozatra, mint egy ráhelyezték a bűnöket, ez a bűnbak, ismerjük a kifejezést, hogy azzal együtt égjenek el és megsemmisüljenek a bűnbakot, persze kizavarták, de a bűnöket elégetik. Az egyiptomi kivonulásnál az ajtófélfára kent bárányvér mentette meg a zsidókat a haláltól. Ugyanígy megszabadíthat engem az Isten bárányának kiömlött vére minden rettenetes rabságból, legyen az bármilyen: alkohol, kábítószer, hatalmi téboly, zabálás, játékok, telefon, internet vagy bármilyen más természetű gyönyör. Természetesen ez a szabadulás akkor megy végbe, ha én ennek megteremtem a feltételeit. Tehát én hiába tátogatok itt a misén, ha semmi közöm nincs, a bárány vére rám nem ömölhet ki, akkor várhatok, amire akarok. Nulla. Tehát nem lesz végeredmény. A második mozzanat pedig, azt mondja a jelenések könyve, ezek a nagy szorongatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Én is megtehetem ezt, így megállhatok Isten előtt, ezért nyújtja felém a vérét Jézus. Izajás profétánál olvashatjuk, mosakodjatok meg és tisztuljatok meg, elgonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többet rosszat. Tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a Skarlát, fehérek lesznek, mint a Hó, és ha olyan vörösek is, mint a Bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú, persze mint minden szövegnél, itt is gyakran fölmerül bizonyos, hát ugye rosszul hallottuk, gyerekektől is lehet hallani, de hallottam én ezt Budapesten, de más helyeken is, ugye a Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, hagyj nekünk békét! Hát ez nem egészen az, amit az egyház szeretne, hogyha énekelnénk. Nem ismerjük a helyes szöveget, vajon tényleg jó-e, ha az Isten békét hagy nekünk, én nem szeretném, ha ez velem megtörténne. Igazi békét kérek, a te békédet, Uram Jézus, vagyis téged magad. Ezt a békét sóvárogja minden egészséges lelkű keresztény. Ezután, illetve részben ezzel párhuzamosan, az áldozás előtti magánima zajlik, ez a pap magánimája, az Isten bárányát követően végzi a pap, és nem alatta tilos. Az első rész, mert hogy két mozzanat van ebben az imádságban, egyik változat, ma már csak az egyiket kötelező mondani, a szentáldozáshoz való méltó járulás lelkületét alakítja ki bennem. A hűségért is könyörög a pap, ami a Jézus törvényeinek történő engedelmességben nyilvánul meg. A második rész, vagy másik változat, a méltatlan vételre hívja föl a pap figyelmét. A 9. század óta szerepelnek ezek az áldozás előtt imák hol ilyen, hol olyan változatban. Következőképpen hangzik, nem a mikrofonba üvölti bele a pap, ezt halkan csak maga mondhatja, nem a közösség együtt. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia! Az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem Szent Tested és Véred által minden vétkemtől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjak törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Uram Jézus Krisztus, Szent Tested és Véred vétele ne váljon ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Korábban, még ennek a magánimának, ezt a pap mondom újra, saját magáért mondja, nagyon ritka az a pillanat, amikor a pap saját magáért imádkozhat a misében. Korábban a békecsók után mindjárt az áldozás következett, és ezt előzték meg ezek az imák a más imákkal keverve szerepelt ez a két áldozás előtt ima a pap esetében. Itt volt régebben a hívek számára a bűnbánati rész, egyes pillanatokban még feloldozást is kaptak. Ezek az imák tárgyilagos, hűvös liturgiába csempésznek egy kis személyes áhítatot. Ezek a nem túl régi imák mára lényegesen egyszerűbbek lettek, csak egyet kötelező a papnak elmondani, és újra mondom, halkan ezek az imák a szent áldozatban való méltó és áldásos részvételért, belekapcsolódásért szólnak. Szent Pál szavait kell itt magunknak fölidézni, főleg nekem. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kejhét, az Úr teste és vére ellen vét, tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyen a kenyérből és igyon a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Már a korintusiakat rendre kellett inteni ennek kapcsán. Az a méltatlanság, ha valaki nem tesz, nem akar különbséget tenni a közönséges eledel és az Úr teste és vére között. A megvetés, a közömbösség és a hitetlenség okozhatja ezt. Ezek viszont nagyon súlyos dolgok. Az ilyen lélek Júdáséhoz hasonló, aki a legjobb barátját is elárulta. Ilyen lelkülettel soha nem szabad szentáldozáshoz járulni. Akiben viszont ilyen árulás van, az mindjárt a szabadulás lehetőségét is megkapta ott a gyóntatószék. És Krisztus vérét nyújtja majd a szent feloldozásban a pap ott is abban mossa meg a lelket. Amikor olyan vétkei vannak valakinek, amik ugyan méltatlanná teszik, de nincs lehetőség minden akarata és elszánása ellenére, hogy Szent Jónáshoz járulhasson, és az áldozás elmulasztása lelkileg károsabb lenne ránézve, a bűnbánatot felindítva járulhat Szent Áldozáshoz. Igen ám, csak hogy ez a bűnbánat felindítás valódi legyen, nem ilyen bohóc bűnbánat. Ó, uram, bocsáss meg, bűnös vagyok, aztán cammok kifelé. A lelke legmélyéig remegjen bele a bűnbe, hogy vétkezett. És ha most kéne meghalni, a valószínűleg a kárhozatot érdemelni, nem fogja, mert az Úristen irgalmas, és egyébként is tekintetbe vesz minden körülményt. És még egy mozzanat. Amint teheti, a legelső alkalommal söprés a gyóntató székbe az ilyennek is. Vannak rendkívüli pillanatok, amikor bárhogy igyekeztünk. Mi felkészültünk, ott voltunk, nem jött a pap, vagy valamilyen akadály közbe jött, és lekéstük a gyónási alkalmat. Van ilyen. Rendkívüli helyzet. Na de erre nem hivatkozhatunk minden egyes szentmisén. És ha mégis megtörténik, ő már az Istennel többé-kevésbé rendezni próbálta a viszonyát, Elvben járulhat természetesen szentáldozáshoz, de utána azonnal, amint az első adandó alkalom lehetősdevé teszi, mars kibékülni. A Szent Mise bűnbánati részei, az áldozás előtti imádságok is a jó gyümölcsöző szentáldozásra akarnak felkészíteni. Ugyanakkor figyelmeztetnek a feladataimra is e tekintetben. Tudnilik nekem dolgom van, felad valami, amit meg kell tennem annak érdekében, hogy valóban gyümölcsöket teremjen bennem a szentáldozás. Az a szentáldozás, ami a hét során nem mutatkozik meg az életemben, azért kár volt kijönni. Most itt nem arról van szó, hogy misztikus kegyelmekkel áraszton el az Úr bennünket, szó sincs róla hanem hogy megpróbálunk küzdeni, fölülemelkedni önmagunkon. Ha ilyen nincs, akkor nagyon nagy baj van ott bent, és azt föl kell kutatni. Tehát feladatom van, tenni tennivalóm annak érdekében, hogy a Szent Áldozás valóban Szent legyen, és az áldozatból valóban részesedjek. Ha ezekre felfigyelek, mármint a tennivalóimra, és komolyan veszem őket, akkor nem átkot, hanem áldást hoz majd számomra az, amit teszek, maga a szentáldozás. Hogyan készülök a szentáldozásomra? Milyen lelkülettel veszem az Urat magamhoz? Mi az a hely a lelkemnek, milyen az állapota, ahová én őt fogadni merem? Ugyanolyan mocskos, büdös istálló az a hajlék, ahova bekényszerítem? vagy valóban rend van, valóban fölkészültem, amennyire ez emberileg lehetséges a fogadására. Vajon hogy állok én ezzel a dologgal? Erre a kérdésre mindig, ezt a kérdést mindig nekem szegezi, részben az Isten báránya, részben pedig, amikor a pap ezt az imát mondja. Az oltári szentség a katolikusok legféltettebb kincse. Ez jelenti a keresztény élet középpontját és egyedüli éltetőjét. Valóban igaz, az oltári szentség és a szentmise csúcs és forrás. Akik a szentáldozásban nem részesülhetnek, és most nem arról van szó, hogy rendkívüli helyzetben vannak, hanem csak bűnösök. Azokról nem tudom, hogy mit mondjunk. Aki nem eszik, az éhen hal. Aki nem iszik, a szomjan pusztul. Aki nem vesz levegőt, az -e megfulladt. Mit csináljunk halottakkal? Csak elásni lehet őket. Keresztény még ez? Kérdés. És persze állandóan az eszembe idézi a feladatot, hogy nekem kell keresztényé válnom. A méltatlan áldozás pontosan ezt a mérhetetlen titkot tapossa lábbal. Más szóval, ahogyan Jézus maga mondja, disznók elé vetem a gyöngyöt, és ebben az esetben én vagyok a disznó természetesen. A méltatlan áldozást Jézus szeretete elleni vétek. Az ilyen semmibe veszi Jézus iszonytató gyötrelmeit, ahogyan a barátságát is, amit felkínál neki. Kérdés, vajon én milyen lelkülettel vagyok most itt? Én, nem ti, én. Vajon mit fogok föl mindebből? Elége ez, hogy újra meg újra belemerítkezek a szentmisének ebbe a végtelenségébe? hogy a kísértések idején erősen ellenálljak, és nemet mondjak, legyőzzem a gonoszt, hogy egyre teljesebbé, egyre jobban kibontakozóvá váljon bennem Krisztus élete, hogy ő és én, mi együtt, egyre inkább egy legyünk. Olyan szoros, olyan hihetetlenül gazdag legyen ez a kapcsolat, ami ennek ő akarja. Nem ilyen tingli tangil, el, langyosan elvagyogatunk, ez nulla, ezért nem hal meg senki. Még mi egymásért se. Hát akkor ő, ha ennyibe kerültem neki, akkor az én oldalamról mi a helyes hozzáállás. És Ez mind benne van, még ennél sokkal több, ha valaki a padban, otthon, töpreng ezeken a mozdanatokon, olyan hihetetlen szépségek, olyan mély mondandó tárulhat föl előtte, amiről korábban talán nem is álmodott, és én is így vagyok vele. Ezért kutatom újra meg újra évről évre. Nem értem. Nem is lehet. De mégis meg akarom érteni. Mi történik itt? Tényleg ez? És akkor én most mit csináljak ezzel? És hiába állok ott az oltárnál, apránként csodálkozik rá az ember mindenre. És ezt mind okos emberek írták, nem én találtam ki egyiket se, csak a marhaságokat. Kérjük a mai napon magunknak, mindazoknak, akik most nincsenek itt, mert nem is lehetnek, a mindenható Isten kegyelmét, hogy a Szentlélek megvilágosítson minket, minnyájunkat. Adjon nekünk bátorságot, hogy minden akadályt elhárítsunk, ami köztünk és Isten között van. És legyen bennünk erő, hogy kitartsunk az Úr mellett, az Úrban, és egyre inkább Isteni lényekké váljunk. Amen.